nem sikerült a duplázás, sőt, én azt éreztem igazából, hogy a Kecskemét jobban is akarja egy picit ezt a győzelmet, mint ti. Te hogy láttad belülről? Hát ezt nagyon jól láttad. Már az első fél időben adtunk nekik egy fél óra előnyt körülbelül, hát egy fél órát nem is, de egy 25 percet biztos. Nagyon gyorsan jött a kapott gól a másik percben, ez teljesen sokkolta a csapatot. Úgy gondolom, hogy ezt el lehetett volna kerülni, mind a két kapott gólt. Úgy mentünk ki az első fél időre, hogy kerüljük el az első 20 percben a kapott gólt. Hát úgy néz ki, hogy ezt nem sikerült megvalósítani, és ez rá is nyomta a bélyeget a csapatra. Viszont a fél idő vége fele volt négy olyan zicserünk, amiből gólt kellett volna elérni. Sajnos nem sikerült. Fél időben azért kicsit összeszedtek a csapatot, vagy hát a fejekbe kicsit rendet tettünk. És hát ez meg is látszott a másik fél időben. Az elején már tudtunk gólt rúgni, de utána elmaradt a következő, ahogy mondtam, vagy ahogy gondoltuk. És hát csak a sajnos válaszolni tudtunk a kapott gól után. Hát nagyon csalódott vagyok, én megmondom őszintén, mert egy fél időnyi előnyt adtunk az ellenfélnek, és hát ezzel el is dőlt a mérkőzés kimenetele. Jól játszott a Kecskemét, buta gólokat kaptunk, ezt emelte ki Gyuri Bászt a fő dolgot, hogy nem szabad az első 20 percben gólt kapni, az első 10 percben két gólt kaptunk. Ezt, hogyha elkerüljük, akkor úgy gondolom, és a helyzeteinket kihasználjuk, akkor megvan a győzelem. És mit gondolsz, mi zavart össze a fejeket? Mert te is mondtad, hogy jóval motiváltabb volt a Kecskemét. Az a hirtelen bejelentett edzőváltás, vagy mondjuk az a tudat, hogy bajnokok vagytok, tuti indultok a BL-be, lényegében, hát nem tét nélkül ez a meccs, de hát már annyira nem fontos. Mi lehetett az oka? Hát valóban ez az edzőváltás, az edzőbejelentés, ez nagyon rosszul volt időzítve. Én nem tudom, hogy a vezetőségnek ezzel mi célja volt, de erről inkább nem akarok itt saját magamat vágni a fát. Ez azért megzavart az embereket, de mindemellett így nem szabad kimenni egy mérkőzésre. Most a tavaszi szezonban volt egy pár meccsünk, amikor az elején tudtunk gólt kapni. Mondom, egy Paks meccset, az ötödik percben kaptuk a gólt, vagy egy Kecskemét ellen, ott is az elején kaptuk a gólt. Nem szabad ilyen hibákat elkövetni. Ez a jövőre nézve, ez mindenféleképpen tanulópénz. Már csak azért is, mert egy-másfél hónap múlva már igazából Bajnokok Ligája selejtezőt fogtok játszani, addig rendbe kell tenni a fejeket. Te mit látsz, hogy pszichésen van gond a csapatnál, vagy pedig posztokra is igazolni kell még? Figyelj, én nem szeretném elmondani most a véleményemet, mert akkor lehet, hogy kirúgnának. Ez az új edzőnek a feladata lesz, majd ő rendet fog tenni.